nyilván az állam feladatvállalásai a 2020-as stratégiában, tehát ez a következő 7 éves uniós időszaknak a vállalásai. Ebben mindenkinek megvan a maga szerepe, nyilván az állam a saját adórendszerével, szociálpolitikájával, gazdaságpolitikájával tud a legtöbbet tenni. Nekünk az a legfontosabb feladatunk, hogy elsősorban azokat érjék el ezek az intézkedések, akik a legmélyebben vannak. Tehát mi ketté választjuk a nyomort és a szegénységet. Valami, ha nagyon egyszerűsítem, akkor ez úgy hangozhat, hogy a szegénységnek legalább még céljai maradtak. Tehát egyszerűen tud gondolkozni, egy kicsit távlatokban is gondolkozik, és még nem adta fel, és azt gondoljuk, hogy van egy nagyon egyre szélesedő réteg, akinek már csak a mai nap számít a túlélés. Nekünk velük van dolgunk, tehát nem mindegy, hogyha mondjuk 150 ezerrel csökken a szegénységben élők szám, akkor a felső 150 ezer csökken, vagy a lenti 150 ezer. Tehát mi azt gondoljuk, hogy minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a fókusz a legmélyebben élőknek a oldalára essen. És hát nyilvánvalóan ilyen módon mi a legmélyebb terepeken próbálunk segíteni. Tehát van 8 kistérség, ahol jelen vagyunk, ez több mint 250 település, és van jó néhány nagyváros, tehát Pécs, Miskolc, Veszprém, Tatabánya, Esztergom, Gyöngyös, ahol próbáljuk a döntéshozókkal együtt kitalálni azt, hogy ezt a rettenetesen nehéz falat, amit mondjuk a cigányság és a nem cigány társadalmi rétegek közé felépült az elmúlt több száz évben, hogy hogyan lehet ezt picit lazítani, átláthatóvá tenni, tehát egy kicsit ilyen mediációs szerepünk is van, most főleg ugye a választásokban láttuk, hogy milyen rettenetesen nehéz helyzetek tudtak előállni a társadalmi elvárások miatt is. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon széles feladat. Ha lebontjuk nagyon a feladatok, akkor nyilvánvalóan a gyerekek vannak legalább. Tehát különböző gyerekprogramok, hiszen a nyomor újratermelődését, öröklését, azt a gyerekeknél lehet, tehát a 0 éves kortól lehet elvágni. Tehát vannak olyan programjaink, amik mondjuk a 0-tól 3 évesig szülőkkel együtt, tehát anyukákkal együtt, általában a biztos kezdetháznak nevezik ezeket a programokat. Ilyenből próbálunk minél többet létrehozni. Mobil játszóterekkel keressük föl ezeket a településeket, ami semmilyen módon a gyerekekkel nem tudnak foglalkozni, és ott próbálunk közösséget építeni. Mobil orvos rendelőnkkel mindenek előtt a szemüvegeket próbáljuk biztosítani azoknak a gyerekeknek, akik nem látják a táblát, és ilyen módon már a kezdetekkor lemaradnak, és nyilván étkeztetési programok, művészeti programok, van másodosztályú futszál csapatunk, ami a Monori cigánytelepre épül. Most indítottuk el a Szimfónia Alapítvánnyal a Szimfónia programot, ami kimondottan a legszegényebb iskolákban próbál zenei közösségépítő programokat szervezni. Tehát nagyon sok helyen próbálunk mintát adni. Nyilvánvalóan egy civil szervezet, még ha akkora is, mint a Máltai Szeretett Szolgálat, nem tudja megfordítani a trendeket, irányokat tud mutatni és kommunikálni tud, vagy mediálni a szereplők között. Hát talán az fontos lehet, tehát amikor a gyermekekről beszélünk, hogy sok-sok vita van azon, hogy mennyien is vannak, akik nyomorban élnek, hogy ez 1 millió, 2, 3 vagy 4, hogy éheznek-e gyerekek Magyarországon, és mi azt gondoljuk, hogy vannak olyan dolgok, amiről az állam nem mondhatja azt, hogy csökkenti. Tehát ilyen például a gyermekéhezés, és a véleményünk szerint mindegy bizonyos szempontból, hogy ez 100 ezer, 50 ezer vagy 10 ezer, mert ha csak 10 ezer, annyi biztos, tehát ezen nem vitatkozik senki, ami azt jelenti, nyilván nem egy afrikai éhezésről van szó, csak mondjuk péntek déltől, csak nagyon idézőjelben, mondjuk hétfő reggel egyáltalán nem garantált nagyon sok gyereknek, hogy mit fog enni. Tehát erre gondoljuk azt, hogy ezt egy ilyen helyzetben lévő állam, mint Magyarország, és az ilyen alatt azt érzem, hogy mi nem vagyunk rossz helyzetben, mondjuk a világban nem engedheti meg magának, hogy mondjuk csökkentse ezt, nem ezt meg kell szüntetni, ezt úgy kell kezelni, mint egy járványt. Tehát ez a legszörnyebb szociális járvány, hogy a gyerekek még mindig éheznek Magyarországon, teljesen mindegy, hogy mennyi, az utolsóig kell menni, mint egy járványnál, mindaddig, amíg ez a kérdés egyáltalán felmerülhet. És mi ezt szeretnénk hangsúlyozni, hogy vannak olyan kérdések, amit nem 10-20%-kal csökkentünk, nem felére csökkentjük, hanem megszüntetjük, és ennek próbálunk az élére állni, hogy ezek a kérdések ne legyenek vita kérdések.